Fél órát terveztek rá, végül több mint két órán át beszélgetett Orbán Viktorral Bernard Henri Lévy, a világhírű francia filozófust, közírót a miniszterelnök hívta meg egy beszélgetésre. Az Orbán Viktor kritikusának számító, önmagát mélységesen liberálisnak valló Lévy exkluzív interjút adott az RTL-nek. Azt mondta, szerinte mindkettejük célja az volt, hogy felmérjék az ellenfelet. Nekem Orbán Viktor az ellenfelem. Olyan elképzeléseket testesít meg Európáról, amelyek szerintem rosszak a kontinensnek és Magyarországnak is. Gondolom, ő is ugyanígy vélekedik rólam és a találkozóról. A megbeszélést keménynek, de őszintének nevezte. Az volt a célja, hogy átadja a miniszterelnöknek azokat az üzeneteket és kritikákat, amelyeket korábbi találkozóin hallott a civil társadalom képviselőitől, de azt nem tudta megmondani, ezek mennyire hatottak a miniszterelnökre. Hibát követel, mert Magyarország legjobb barátja, az egyetlen, amely meg tudja védeni a magyar nemzetet, az Európai Unió. Oroszország veszélyt jelent, ezt ő is tudja. Törökország szintén. A menekültek viszont nem jelentenek veszélyt, ebben téved a miniszterelnök. A menekültek szerinte hozzájárulhatnak egy olyan sokszínű, virágzó, demokratikus társadalom kialakításához, amely most nem jellemző Magyarországra. A filozófus szerint Magyarország ugyan még szabad, de nem demokratikus ország. Szabad ország, persze. A demokrácia azonban más. Ezt elmondtam Orbán Viktornak is. A demokrácia nem egyenlő azzal, hogy szabad választások vannak. A demokrácia az egész társadalmi berendezkedést le kell fedje, működnie kell a fékek és ellensúlyok rendszerének, a hatalmi ágak elválasztásának. A demokráciához szerinte ezen felül szükséges egy virágzó, szabad sajtó, biztosítani kell a kisebbségek jogait, a törvényhozásnak és a bíróságoknak függetlenül kell működniük, ami meglepte, hogy szerinte Magyarországon félnek az emberek. Ami a leginkább megdöbbentett, amióta Budapesten vagyok, hogy az emberek félnek. Félnek attól, hogy beszéljenek, elmondják, amit gondolnak, hogy mit tapasztalnak. Ez pedig nem annak a jele, hogy egy valódi vibráló, működő demokrácia van az országban. Szerinte Magyarországon szép lassan fogy a levegő a demokratikus berendezkedés körül. Orbán Viktort autoriter, azaz tekintélyelvű, a demokratikus berendezkedést lebontó vezetőnek tartja. Autokrata vezetőnek tartom, igen. Nem fasiszta, de mindenképpen autokrata. Így gondolom. A francia filozófus azért érkezett Budapestre, hogy holnap itt is bemutassa az általa írt, rendezett és főszereplésével futó színdarabját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az Európára leselkedő illiberális veszélyre.